Köszöntöm a televízió nézőit! Az új évet új gondolatokkal szoktuk kezdeni. Ez az, ami kellőképpen optimizmusra sarkalhat minket 2015-ben, és ennek mentén látjuk el a teendőiket. Pontosan emiatt kerestük meg Török Bálint plébánossát, Bón Istvánt, aki segít nekünk abban, hogy hogyan tudjunk eligazodni 2015-ben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy elfogadta az interjú megkeresésünket. Plébános úr, milyen gondolatokkal vágjunk neki az új esztendőnek ahhoz, hogy tiszta lelkülettel és kellő optimizmussal tudjuk elvégezni a teendőinket? Hát mindenek előtt, hogy velünk az Isten. Tehát karácsonyunkban megünnepeltük az ő születését, és ez azt jelzi, hogy ő nem nézi közömbösen a mi emberi sorsunkat, hanem eljött, hogy a mi életünket teljesítette. Ahogy mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és egyre bőségesebb legyen. Ez az optimizmusunknak, a derülátásunknak az alapja. Hiszen az ember a világot nézi, saját magát, meg az emberiség helyzetét, akkor sok optimizmusra nem mindig van ok. De mivel velünk az Isten, éppen ezért ma lehetőségünk, hogyha akarjuk, akkor elfogadjuk az ő barátságát, vezetését, és ha a gondolkodásunkat és az életünket az ővéhez alakítjuk, akkor megoldódnak ezek a bajok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ami reményünknek, derülátásunknak az alapja. A zsúfolt hétköznapokban hogyan tudjuk magunkhoz közelebb engedni Istent? Ez valóban egy nagyon nagy kérdés, hiszen mindenek előtt időt kéne szánnunk a vele való találkozásra. És hát ugye az idő az a legnagyobb kincs, és a legnagyobb hiányébe szenvedünk, hiszen nyilván mikor sokan hazamennek hull a fáradt a munkából, nem biztos, hogy van kedvük arra, hogy imádkozzanak, szentírást olvassanak. Sokszor még a családtagok egymással sem nagyon tudnak beszélgetni, de mégis valahogy meg kéne próbálni. Ez nyilván mindenki egyénileg tudja, én csak annyit tudok mondani, hogy szükséges lenne legalább negyed órát Istennek adni. Volt egy szentje az egyháznak, Avila Nagy Szent Teréz, és azt mondta, hogy ha az emberek legalább naponta negyed órát elmélkednének, gondolkodnának az evangéliumról, akkor nem lenne, aki elkárhozna, és nyilván akkor a világ, a föld is egész másként néz neki. Tehát én arra szeretnék mindenkit biztatni, bátorítani, hogy bármilyen nehéz is, adjunk időt a mi Istenünknek. Találkozzunk vele, engedjük, hogy ő megszólítson minket, bátorságot adjon, távlatokat, és akkor valóban ez a lehetőség, hogy itt van velünk, ez megtermi gyümölcseit, és meg is tapasztalhatjuk, hogy átalakítja az életünket. Azok az emberek, akik a lelkükben kialakítanak egy szentélyt Istennek, egy templomot, ők jobban tudnak viszonyulni a hétköznapok hívásaihoz, jobban át tudják vészelni, mondjuk az esetleges nehéz időszakokat? Én nem azt mondom, hogy akkor az ember nem téved, nem hibázik, nem követel bűnt. Nem azt mondom, hogy szükségszerűen ő jó lesz. De a lehetőség az megvan. Olyan ez, mint a sportolónál az edzés. Ha rendszeresen jár edzeni, akkor valószínű, hogy a versenyen jobb eredményt fog elérni, mint az, aki nem edz rendesen. Tehát én is úgy gondolom, hogy ha engedjük Istent közel a szívünkhöz, akkor ő tud bátorságot adni, és segít abban valóban, hogy ha mi is akarjuk, és együttműködünk vele, akkor jó és helyes döntéseket hozzunk. Ön elég sok emberrel találkozik itt az egyház megyén belül. Olyan tipikus hétköznapi emberek, akik mondjuk ritkábban járnak templomba, ő nekik is ezt szokta tanácsolni, hogy ez az, amivel ők boldogabban tudnak élni a hétköznapokban? Hát ezek az emberek nem nagyon kíváncsiak rám. Sokszor, mikor egyeseket találkozunk, akkor mondják, hogy jaj, plébános, hogy mi régen láttuk egymást. Mert én szoktam mondani, pedig én minden vasárnap ott vagyok a templomban. De hát ővelük nem tudok találkozni, tehát nekem kéne megkeresni őket. És biztos, hogy ezt mondanám mindenkinek, hát minden embernek. Hát aki éhes, az enni akar, aki szomjas, inni akar. Ha lelkemben hiány van, és ott a szeretet, az mi hiányzik, hát akkor nyilván Istennel a szeretettel kell megtölteni magam. Nem tudunk más mondani. Minden embernek Jézus Krisztus az üdvözítője. És amilyen mértékben Istent befogadom, aki az élet teljessége, úgy változik meg az életem. Hát ezért nagy tragédia és baj, hogyha az ember életéből kimarad Isten. Nyilvánvalóan ők korábban nem találkoztak visszaigazolással, illetve azt várják, hogy Isten saját magától kopogtasson az ajtajukon. Hát lehetséges, hogy nekik persze van kapcsolatuk Istennel. Hiszen ugye azt szokták mondani, én a magam módján vallásos vagyok. Tehát azért, mert valaki nem jár templomba, vagy az egyházzal nem tart kapcsolatot, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő Istennel valahogyan nem lenne kapcsolatban. Hiszen a lelkiismeretünkön keresztül mindenkit meghív. Itt legfeljebb csak arról van szó, hogy mivel nem vállalja a közösséget, kimarad az életéből az Isten és az emberekkel egy mélyebb közösségvállalás,
És emiatt, mivel nem tudunk együtt szeretetben cselekedni, nem tudunk összefogni, ezért aztán az életünk sem változik meg. Tehát külön választják a vallást, és külön választják tulajdonképpen, amit Jézus akarna, hogy közösségben legyünk vele és egymással, és ami összefogunk, és igazán szeretjük egymást, akkor lenne minőségi változás az életünkben. Így mindenki éli a maga kis egyéni életét, és ennek következtében nem is tudunk egymásnak segíteni. Tehát ezért gond, hogy nem vállalják a közösséget. Aztán, hogy őket Isten mire indítja, vagy a lelkiismeretükben ezt hogyan intézik, ezt nyilván ők tudják. Én mindenképpen erre tudnék biztatni mindenkit, hogy keresse őt, keresse a találkozást vele az emberekkel, és akkor tudjuk megtapasztalni, hogy ő valóban itt van és segítségünkre van. Nagyon jó példa lehet erre a Török Bálinton működő egyházközösség. Minek köszönhető az, hogy a közösség ennyire erős, ennyire összetartó, és hogy ennyire sokan vannak a város méretéhez képest? Hát nyilván, hogy Jézus eljött, és amikor felnőtt lett, elkezdett tanítani, és tanítványokat hívott maga mellé, itt is kell, hogy legyenek, akik meghallják ezt a hívó szót, megértik, hogy alapvetően Jézus arra hívott meg bennünket, hogy közösség alakítsuk az embereket, meghívjuk őket. És hát nyilván vannak itt sokan, akik ezt megértve maguk barátait, rokonait, ismerőseit hívják, és alakítanak közösségeket. Jézus azt mondja egy helyen, én arra rendeltelek titeket, hogy a munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradható gyümölcsöt. Itt is úgy van, ha valaki ezt a munkát, amit Jézus ad, az emberhalászatot, amelyek egybegyűjtését vállalja, jut rá ideje a maga ügyei mellett, akkor lesznek sikerei, és akkor alakulnak közösségek. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhol a Földön valaki odaadja magát így Istennek, és teszi, amire Isten meghívta, akkor gyümölcsöket is terem az élete. Tehát ez nincs itt ilyen értelemben semmiféle titokzatos dolog. Egyszerűen vannak, akik megértik, hogy Jézus mire hívja őket, hajlandók vele együttműködni, és ennek ez a gyümölcse. Milyen személyes célkitűzése van 2015-re? Mi az, amit meg szeretne valósítani ebben az esztendőben? Hát ugye, ha azt a hivatást gondoljuk át, amit Jézus nekünk adott, minden kereszténynek, aztán így tudnám összefoglalni, hogy szeretett közösségi alakítani az emberiséget. Ez most lehet, hogy nagyon nagy szónak tűnik, de ha elolvassuk Máté evangéliumát, Jézus azt mondta tanítványainak, menjetek az egész világra, tegyetek tanítványomá minden népet, tanítsátok őket mindannak megtartása, amit parancsoltam nektek. Ez a távlati cél. Ezt kell valahogyan elérnünk, és ott 2015-ben, hát szeretném, ezért örülök, hogy itt a közösség tagjai közül sokan megértették, hogy ezért többet kéne tenni, és épp most a napokban tudtunk összejönni, hogy egy ilyen egyházközségen belül egy olyan közösséget hozzunk létre, amelynek a tagjai ezt a célt elfogadják, és ezért hajlandók dolgozni. Tehát a 2015-ös év, hogy ezt a közösségi vonatkozást megerősítsük, és még több szeretettel, még nagyobb odaadással ezt az utat járjuk, és hogy amit ugye végcélként Jézus elénk adott, azt megközelítsük. Hát a 2015-ben erre első feladatot, szeretett szolgálatot kell vállalnunk, ezt szeretnék tenni, hogy alakulhasson így ez az egység Isten és közöttünk. Plébános úr, köszönöm az interjút, önöknek pedig a figyelmet, érdemes velünk maradni, a viszontlátásra.